Sallagmentes képek, feszes kompozíciók, maximalizmus a szakma iránt. Aki ismerte Sára Sándort, talán elsőre ezek a fogalmak jutnak eszébe. Én a képet mindig nagyon fontosnak tartottam, és csak azt igyekeztem rátenni, aminek súlya vagy mondandója volt. A kétszeres Kossuth és Balázs Béla díjas operatőr és rendező nevéhez olyan filmes alkotásokat köthetünk, mint a Szimbád, Budapesti mesék, 80 huszár vagy a Könyörtelen idők. Ha Sára Sándor munkásságára gondolok, akkor azt kell mondjam, hogy maga korának az egyik legkiemelkedőbb, legkülönlegesebb vizualitású operatőre volt. Olyan különleges, új, meghökkentő, meglepő képeket hozott be a filmművészetbe, ami szerintem csak rá jellemző. Sára Sándor 4 különböző területen hagyott maradandót, fikciós rendezőként, operatőrként, dokumentumfilmrendezőként és a Duna Televízió elnökeként. És ha csak az egyik területet művelte volna és az egyik maradt volna ránk, akkor is egy jelentős életműről lenne szó. Ő az. Biztos? Sára Sándorral először az Árvácskába fújt össze bennünket a szél. Akkor végeztem a főiskolát, nagyon komoly elvárásai voltak, de soha nem oktatta ki, nem alázott meg senki. Nagyon jó természetű ember volt. Határozott, nem mondta ki az elvárásait, azt ki kellett találni annak, aki vele dolgozik, hogy milyen módon tehetnek jeleket. Nem mondta, hogy komponáljak, amikor én ültem a kamera mögött. De elvárta, hogy olyan legyen, mintha ő csinálta volna. Csillagok fényét nézni. Utána még a Budapesti mesékbe voltam vele együtt, majd a 80 huszár volt a nagy lecke, nagy falat, mert ott nagyon sokszor két kamerával forgattunk. Öntől a legjobb tanulnivaló az volt, hogy kell a filmezést megszervezni, hogy kell bánni a munkatársakkal, hogy kell... Meddig merhet álmodni egy operatőr? Sanyinak a kompromisszum készsége az írillésre méltó volt. Hogy kötök kicsi kompromisszumot, akkor is az van, amit én szeretnék. Számos szakmabeli tekint rá mesterként, ráadásul még családját is inspirálta, és gyermekeit is a filmes szakma felé terelte. A gimnáziumi évek alatt elkezdtem fotózni. És amikor vittem neki a fotóimat, akkor nagyjából a kétharmadát félretette, és az egyharmadát pedig elkezdte 4 papírral takargatni. És akkor tanultam meg tőle azt, hogyha egy képről valamit letakarunk, és az a kép még ettől érthető és erős, akkor amit letakartunk, az fölösleges volt. Sára Sándor szerte ágazó munkásságát a 80-as évektől főleg a dokumentumfilm készítés határozta meg, melyben szintén maradandót alkotott. Nála a beszélő fejek is egészen különlegesen működnek, tehát úgy tudott kommunikálni az interjú alanyokkal, hogy ilyen szárazon fogalmazok interjú alanyok, hogy egyetlen beszélgetősből, monológból átjött a teljes sorsa. A rendszerváltás előtt az volt az ő fő érdeme, hogy esztétikai és etikai minőségben lépett föl, és ez egymással összefüggésben, és természetesen kritikus volt a fennálló kommunista rendszerrel szemben. A rendszerváltás után pedig az elfeledett témákat folytatta. A rendkívül sokoldalú és kimagaslóan sikeres alkotóra születésének 90. évfordulója alkalmával emlékezünk, akinek halhatatlanságához az is hozzájárul, hogy a modern magyar filmművészet egyik megteremtőjeként tekintünk rá. A közmédia a modern magyar filmművészet kiemelkedő alakja előtt tisztelegve összesen 8 emblematikus alkotását vetítette november folyamán. Ma este a Duna Sára Sándor a Feldobott kő című filmjét sugározza. Stúdiónk vendége Mohi Sándor, Balázs Béla díjas operatőr rendező, aki 2013-ban portréfilmet készített Sára Sándorról. A magyar filmművészet vizuális nyelvének egyik megújítója iránti érdeklődése, és tisztelete azonban sokkal korábbi, Isten hozott a stúdióban. Jó estét kívánok! Hát mikorra datálod ezt az ismerettséget, vagy még inkább azt a tüzet, amit fellobbantott a te lelkedben, hogy ikonként tekintettél rá? Ez így van, ahogy mondod. Eleve annak örülök, hogy egy helyről jöttünk, vagyis a Duna Televízióból, ami irodánk is ott volt, és te is ott voltál gyakran, és utána is. És a lényeg. Sára Sándor, tulajdonképpen soha nem gondoltam volna azt, hogy egyszer közelebb kerülök hozzá. Mindig csak az a
az az ászlóvivő, az a nagy egyéniség volt előttem. Kicsit távolról csodálva? És kicsit távolról csodálva. A legelső alkalom az volt, amikor még Sárospatakon éltünk, és a kis szobánkat kiadtuk albérletbe, és ott egy olyan valaki lakó jött, akinek volt televíziója. Nekünk még nem volt. És akkor azt mondta, akkor nézzük, amikor akarjuk. Én beteg voltam, bementem, és éppen egy filmesztéték adásban, a feldobott kő és a sodrásban egyes részleteit vetítették le az akkori József Attila Gimnázium egyes tanulói számára, akik elmondták a hozzá fűződő érzéseiket. Sára Sándor nem jelent meg, csak a neve hangzott el, és engem már ott megfogott, hogy valami különlegesség van itt, valami olyan dolog, hogy én már akkor is, középiskolás koromban és előtte is az oda látogató összes művésznek az előadásán ott voltam azért, mert éreztem, hogy ők valami olyat tudnak, amit én akkor még nem. Hmm. Lehet, hogy most már többet tudok volna. Ugye 2013-ban elkészült ez a portréfilm a Magyar Művészeti Akadémiának. Ez volt a vége. Ez volt a vége. Mindannyian szerintem úgy képzeljük, legalábbis én biztosan, és te is utaltál erre, Sára Sándor alakja egy ilyen nagyon, hát nem tudom, hogy a komor-e a jó szó, mert ő belülről biztos nem így érte meg, de egy zárkózott, egy megközelíthetetlen, de mindenképpen tiszteletet parancsoló személyiség volt. A portréfilmben hogyan tudott megnyílni? Egyáltalán csodálkozom, hogy magáról mesélt. Sikerült rávenni erre. Hát nem volt könnyű rávenni, és ebben nem csak én vagyok a ludas, hanem Pintér Judit is, aki neki mindenben segített, könyveket szerkesztett az MMA-ban, többek között az én Huszárik Zoltánról szóló könyvemet is, pont. Lényeg, hogy tulajdonképpen azért is volt nehéz, mert előtte volt Sára Sándornak valamiféle aprócska balesete, és azért, hogy ő kamera elé üljön, ez nem volt könnyű elérni, és ebben segítettek nekem, mondom, Judit is, és mások is, hogy egyáltalán valakinek ő megnyíljon, a születésnapja alkalmából készített nő portréfilmjében. És tulajdonképpen nekem egy óriási megtiszteltetés volt én, aki őt csak távolról tiszteltem, és becsültem, és minden munkáján csüngtem, és fantasztikus volt az én számomra. Jó, dolgoztunk is együtt, elmentünk az északi sarkörön túlra, 7 országot beutaztunk együtt, segédoperatőr voltam Kuruc Sándor mellett, aki az ő... De mégis itt sikerült hozzá legközelebb hát kerülni? Hát persze. És mi úgy derült ki ebből a portréfilmből a számodra? Róla? Hát tulajdonképpen az nagyon érdekes volt, amit ő elmondott, és megint saját magáról, bár mindig éreztem, és főleg utólag a Vágóval együtt beszélgettünk erről, hogy volt egy fal, ami mögé nem engedett be senkit sem, még minket sem. De nem baj, mert ő elsősorban a munkáiról beszélt, a képekről beszélt, amikor én őt közben meglátogattam, és reprózhattam az Indiában készült fotóit, még a könyvtár számára, a könyvtárban. Lényeg, hogy nagyon nehezen oldódó ember volt, és amikor együtt voltunk egy-egy ülésen, és őt néhány mondatot mondott, annak a rendszeres súlya volt, annak a néhány mondatnak, amit ő... A témaválasztásainak is rettenetes súlya volt, és annak, ahogy ezeket megközelítette. Ez biztos. Tulajdonképpen az a rendszer, amiben ő akkor a munkáit elkészíthette, gondolok elsősorban a dokumentumfilmjére, de a játékfilmjére ugyanúgy, az ő megközelítése minden mondatában szembe ment a fennálló rendszerrel. Nevetséges volt a számunkra, amikor elmondta például azt, hogy hozták hozzá a 25 részes Krónika című film leállítása előtt a listát, hogy miket vegyen ki belőle, azt mondta, nem baj, néhány mondatot kivesz belőle, és akkor a többi még benne marad, és hiszen minden mondata az, ami szembe megy, az éppen akkor regnáló számodra rendszere. Egyébként ebben áll az ő nagysága, a személyes megítélése szerint, vagy valami más az, amire te azt mondod, hogy teljesen egyedülálló a filmtörténetben? Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy minden filmjében, minden egyenlatozásában a hazafiasság, egyáltalán az, hogy,
hogy magyarok vagyunk, te is, én is, mindannyian. És tulajdonképpen ez, ez egy olyan erőt adott az embernek, hogy, hogy az valami fantasztikus. Ezt nem lehet elmondani szóval, de próbálom nektek. Meg kell nézni az alkotásait. Igen. Nagyon köszönjük, hogy beszélhettünk veled. Köszönjük szépen.